Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás október 16-áig. Itt látható ezen a kártyán a korbács, és ha a korbács megjelenik, az fáj. Itt vannak még viták és veszekedések. De a koporsó ezt az ügyet, ezt a kapcsolatot, ezt a vitát le tudja zárni. Itt a torony jelenti azt, hogy még vannak korlátozások. De ezt is le tudja zárni a koporsó. Persze itt ez a három kártya felől jelentheti azt is, hogy van egy örökösödési ügy, akkor ez a torony a bíróságot jelenti, és ebben az ügyben vannak viták és veszekedések. Sőt, a felhő azt jelenti, itt sok minden átláthatatlan, és egy vonalban van a könyvel, tehát valaki eltitkol előled valamit. Ezért ez az ügy olyan átláthatatlannak tűnik. De szerencsére itt megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, azok felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek felfalják a koporsót, az jelenthet egy örökösödési ügyet, vagy régi témákat, vitákat, veszekedéseket, ezt is eltüntetik az egerek, sőt a felhőt is, mindazt, ami eddig átláthatatlan volt, és az egerek eltüntetik a titkokat. És akkor kisüt a nap, kiderül az igazság. Itt a madarak jelzik a könnyűséget, vagy bizonyos beszélgetéseket, és itt a gólyák jelentik azt, hogy változni fog a helyzet. Ez a férfi áll itt a középpontban, megvan a magabiztos fellépése, vannak tervei veled, hiszen itt a nap jelenti azt, hogy megvan a vonzalom kettőtök között, sőt, megjelenik a virág csokor a gondolataiban, az jelenteti azt, hogy te szép és ápolt vagy, így gondol rád, de ez a virág csokor lehet egy ajándék, vagy egy kellemes meglepetés is. Itt mellette ott van a szív, tehát szerelemről van szó. Itt lesznek beszélgetések, egy jó hír, ami szerencsét hoz, és ez a levél szintén egy hírre utal. Ez a ház jelentheti a te otthonodat, és azt, hogy ő meg akar látogatni téged, vagy lesz egy meghívás, esetleg jelentheti ez a ház a közös otthon tervezését is. Amit a ház még jelenthet, családi kapcsolatok, itt tisztázódik valami, megszépítesz valamit az otthonodban, itt vannak a beszélgetések, egy jó hír vagy szerződés, és megjelenik itt a szerencse. Ami a családi kapcsolatokat illeti, ha örökösödési ügyről van szó, itt vannak még nézeteltérések, viszont ha az otthon tervezéséről van szó, vagy a szerelemről, akkor ez nagy szerencsével jár. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!